Mindenki számára, aki hajót szeretne vásárolni, mindenki számára, aki úgy szeretné átlátni a hajós piacot, a hajós iparágot, akkor Düsseldorf az egyetlen hely, ami szinte kikerülhetetlen, mert az a világ legnagyobb indoor, tehát fedett helyen lévő boltsója. Itt mindenki itt van. Mindenki itt van, minden hajógyártó itt van, minden a hajóipari háttér szolgáltató és alkatrészgyártó és felszerelésgyártó itt található. Évek óta tapasztalom, hogy azok, akik tényleg hajóvásárlási szándékban gondolkodnak, azok mindenképpen kijönnek ide, mert a döntés előtt szét akarnak nézni, úgyhogy a teljes palettát tudják látni egyszerre. Tehát itt a hajógyártók kihozzák többnyire a teljes áruválasztékukat, itt mindent meg lehet nézni, viszonylag tematikusan össze vannak rakva a dolgok, tehát ebben a pavilonban is a vitorláshajók találhatók, a másikban a kéttestűek, tehát aki egy bizonyos dolog iránt érdeklődik, akkor viszonylag könnyen az egész termék skálát átnézheti. Magyar vásárlóknak mindenképpen megmutattam a Benetton standot, mert én mélyen hiszek abba, hogy ez egy nagyon-nagyon magas minőségű kínálat, egy nagyon széles kínálat, és a leginnovatívabb cég most pillanatnyilag ezen a piacon, akik a legújabb fejlesztésekkel tudják a vásárlókat elkápráztatni. Egészen a 14 lábas sőkesúly nélküli dingi szintre le tudnak menni a kínálatban, keresztül a később a már tőkesúlyos, de fölhúzható tőkesúlyos kisebb hajókkal, amik nagyon jól illeszkednek például a balatoni vásárlóknak az igényeihez. De itt van mellettünk a 62 lábas jacht, ami már egy egészen másik kategória, az a úgynevezett Blue Water Cruiser, tehát amivel hosszú távra el lehet menni, és minden szolgáltatás a hajón megtalálható, hiszen 10 kW-os generátor szolgáltatja az áramot, vízgyártógép van rajta, tehát akár földkörüli túrára luxus körülményeket biztosít egy családnak. Az egész iparágra jellemző az, hogy nem tudják olyan szinten kielégíteni az igényeket, ahogy ez a múltban volt. A gazdaságnak a fejlettsége, pörgése most az embereknek a hajó vásárlási kedvét is meghozta, tehát több helyen várakozni kell a hajókra. Vannak olyan típusok, amiket erre a szezonra már nem tud szállítani sem a Benetton, sem más gyártók. Megmutatni nem könnyű. A Benettonnak az egyik fejlesztés az úgynevezett stepped hull, tehát hogy a vízvonal fölötti részt, azt a részét, ami egyébként a hajónak a teljesítményét már nem befolyásolja, szélesítette meg, ezáltal nagyon nagy a hajóknak a térkínálata. Tehát ha bemennénk a hajókba, akkor tapasztalnánk azt, hogy egy adott méretosztályban a Benettonnál jóval nagyobb a belső térkínálat, mint a más konkurens hajótípusoknál. Hát nyugodtan mondhatom, hogy a Benettonnál a minőség, a felhasznált anyagok, azoknak a kidolgozottsága, a részletgazdagság, ez mindenképpen megkülönbözteti ezt a termékcsaládot a többitől. Általában a minőség, hiszen a Benetton az, amelyik nem 2, hanem 3 év teljes körű garanciát ad a hajókra és 7 évet a hajótestre. Nem a legolcsóbb ugye a konkurensek között, de az árkülönbség viszonylag kicsi, tehát bőven felülmúlja az a minőség, az a szolgáltatás, az a plusz, amit a Benetton ad, azt a pici árkülönbséget, amivel esetleg drágább a konkurenseknél. Tehát elmondhatjuk azt, hogy a 46-os hajó az év hajója lett, ami mindenképpen egy nagy dicsőség ennek a márkának, de hogyha azt veszük alapul, hogy ez a méretosztály a legszélesebb méretosztály, tehát ebben gyárt és ebben versenyez mindenki a legjobban, ez különösen nagy eredmény, hogy pont ez a hajó, ami 46-oson kapta meg az év hajója díjat az idén. Nemzetközi újságírótársaság ítéli oda ezt a díjat, tehát szakújságíróknak egy elég komoly csapata vizsgálja az összes hajót. Először kiválasztanak jelölteket, és utána a jelöltek közül állítják. A szempontrendszer természetesen az, hogy az adott kategóriának a legjobban megfelelő, leginnovatívabb hajót választják ki erre, ezért nyerte el ez a típus ezt a díjat.